Mit csinálsz itt? Ki vagy te? A gondok lánya vagyok. És mit csinálsz ebben a szobában? Én... az történt, hogy veszekedtem az apámmal, és eljöttem otthonról. A szüleim a közeli kisházban élnek. Nagyon jól tudom, hol élnek. Persze, de kérlek, ne mondd el senkinek, hogy itt vagyok. Én csak... sajnos nem tudtam hová menni, és arra gondoltam, hogy itt lehetek, mert ez a ház üres volt. És te ki vagy? Nikolász Pacheco. Barbara testőre vagyok. Hogy ő is itt van? Igen. Kérlek, ne mondj el neki semmit. Ő egy különleges lány, és ha megtudja, akkor kirúgatja a szüleinek, jó? Ott van, Pacheco! Mit szeretnél? Elmegyek futni. Mehetünk? Megyek. Köszönöm. Szívesen. Most megmentettelek. De lehet, hogy legközelebb nem megy. Tanultam a dologból. Nem jövök ide többé. Köszönöm. Ne mondd el neki és senki másnak se, jó? Jó. Ne aggódj, én nem fogok beszélni. Akkor jó. Remélem azért kibékülsz. Az apáddal. Ó, igen. Nem lesz baj. Remélem. Jaj, jó, miért bámulod annyira? Kétségtelenül te vagy az. Ez a te harcod, a te szemed, a te karkötő. Ja, a karkötő, talán az tényleg az enyém. Nem mondd azt, hogy talán. Tényleg. Nincs ikertestvéred, legalábbis én nem tudok róla. Ez csodás. Már a portrédat is megfestik ebben a házban. Ugyan, Gábi, nem olyan nagy ügy. Miért vagy itt? Mi az, hogy nem olyan nagy ügy? Na de hát, ti nem hallottátok? Nem jöhettek le, de Pázasszony nagyon mérges, hogyha lejöttök ide. Persze, Pázasszony mérges lesz, ha megtudja, hogy itt voltunk, főleg azért, mert megláttuk, hogy más nők férjét festi le. Persze, hogy ideges lesz, mert az a férfi ott, ez a férfi itt, és ez a férfi az én férjem. Hát igen. És ha a házasszonya ő festi le, nem az asszonyom festette, hanem én. Pázasszony nagyon nagy lelkű volt, és megengedte, hogy itt vessek, és én őt festettem le. Még mindig azt hiszed, hogy a testvéred az én áldozatom? Hogyan, ne, hogyan? Ezt csak ő találta ki. Én mindig mellett álltam, mindig megvédtem. Mások véleményétől. Ettől mentetted meg. Mert te csak elszakítottad attól a férfitől, akit szeretett. Elvetted a szerelmét, apa. Akit szeretett? Az a férfi lelépett akkor, amikor megtudta, hogy a testvéred terhesen nem tudott ekkora felelősséggel megbirkózni. Ez így volt, hidd el nekem. És persze ezért a testvéred engem hibáztat, mert gondolom ez így egyszerűbb. Semmi sem volt egyszerű Viktóriának. Egy pillanat alatt mindent elvesztett. 15 éves volt, és egyedül kellett szembenéznie a terhességgel. Ráadásul a vidéki házban a családtól. Nem, én ott voltam. Ott voltál, igen, ott voltál. Csak is azért, hogy emlékeztesd arra, hogy milyen szörnyű dolgot tett. Folyton kínosztad, és éreztetted vele, hogy bűnös, mert akkor esett teherbe, amikor még nem volt férjezett. Csak ugyan te is azt hiszed, hogy az én hibám az, hogy a kislánya meghalt. Tényleg azt hiszed? Én nem. Nem hiszek semmit. Te is biztos tudod, hogy miben vagy hibás, és én is tudom, én miben vagyok hibás. De semmiben sem vagy hibás. De igen. Az vagyok. Mert tudom, hogyha Viktória mellett lettem volna, amikor a gyereket szülte, talán tudtam volna segíteni neki, erőt adhattam volna neki. És a kislánya nem halt volna meg. De, mint már mondtam, mindig is imádtam festeni. Gyerekkorom óta a művészet az életem, folyton ezzel foglalkoztam már kiskoromban is, csak ez kelti fel a figyelmemet. És amikor meglettem Ágérét, láttam, hogy nagyon különleges az arca, van benne valami. Igen. Nagyon jó festeni egy ilyen arcot. Először egy vázlatot csináltam, aztán lefestettem. Hát ez történt. Persze, de szerintem általában tájakat festenek. Csendéletet, vagy egy almát, meg ilyeneket. Miért pont az én férjemet? Miért? Sajnálom. Ne sajnáld. Bocsánatot kérek, de hát a művészet már csak ilyen. Igen. Megfogja az ember az ecsetet, és magával ez ragadja a pillanat. Biztos, hogy így van, mert őszintén mondom, nekem nagyon tetszik. Igen, nagyon. Szép, nem? De. Jaj, hát ez nagyon jól esik, de azért szeretnék bocsánatot kérni azért, hogy nem kértem engedni. Nem, semmi baj, legközelebb pózolhatnál is neki. Gabi.
vettelen Gábi, akkor... Gábi, ne is figyelj rá. Jól van, hallgassatok ide, kérnek egy szívességet. Pazasszony nem tud semmit erről a festményről, értitek? Szóval, ha elmondjátok neki, akkor mérges lesz. Ne értsetek félre, ez csak művészet, tiszt. A művészet, ne? Semmi más. Művészet. Bocsánat, most megyek. Hát ez művészet, művészet. Ez művészet. De édes ez a nő, a fenét művészet ez. De igen, művészet. Ez nem az uán. Ha valaki lefest valakit, akkor az azt jelenti, hogy sokat gondol arra az emberre. Elképzeli maga elé azt a szemét. Így le tudja festeni a szemét, a száját, a... Nem tudom én mit. Az a nő nagyszerű. Szerintem biztosan tetszel neki. Senki sem vesz rá, hogy máshogy gondoljam ezt. Te festetted ezt? Igen. Nem, Juan? Mi a véleményed erről? Miről? Na, gitáról. Szerintem őrület, nem igaz? Ez a kis kövér nő lefestett. Jól van ez a tuci nő, vagyis Norita. Lefestett engem, őrület, nem? Olyan édes. Személy szerint én azt hiszem, hogy a befektetés meg fog térülni. Ez a matétel sikeres lesz, nincs kétség. Csináltunk egy komoly költséganalízist is. Leurita, kérlek, osztjén. Nézzenek bele. Bocsánat. Halló? Paz, én vagyok. Nora, mi történt? Szörnyűség történt. Ágére és a felesége lement a műtermébe, és meglátták a képet. A portrét? Ágére képét? Igen, igen, hát az, igen. El sem tudja képzelni, hogy reagált a felesége. Teljesen kiborult, de ne aggódjon nagyon, mert mindent helyrehoztam. Mit mondtál nekik? Hogy én festettem. És elhitték? Igen. Hát persze. Jaj, köszönöm. Köszönöm, Nora. Folytatom a megbeszélést. Majd beszélünk. Szia! Ágére, szia! Hogy szia. Vagy? Jó. Egy kávét? Nem. Nem? Nem. Meg akarom ismerni a művészetedet. Imádom a festészetet. Ugye milyen jó dolog, de én hát még csak kezdő vagyok, nem értek hozzá, én nem is semmit is mondjam. Nem, nagyon jól festesz. Én? Igen. Nem, én nem. Csak azt akarom tudni, hogy mikor csináltad, mert sosem láttam, hogy festesz. És nem is fogsz látni soha, mert elbújok, amikor festek, nagyon szabadba tudok jönni. Tényleg? Igen, az átlag emberek nem értenek meg minket, művészeket. Nem bizony. Hát nem. Na, de mindegy, ne aggódj, Agirre, ha valaha le akarnám festeni a testedet, akkor szólok. Mesztelenül? Lucia, lányom, angyalom, életem. Amikor ma a lányom Viktóriáról beszélt, úgy éreztem, hogy a múlt megint magával ragad. Még mindig azt hiszed, hogy akkor helyesen viselkedtél vele? Mármint tudod, hogy mi a véleményem. Igen. Tudom, de nem hagyhattam, hogy a lányom így romba döntse az életét. Csak 15 éves volt. És terhes volt. Kislányt várt. A te unokádat. Lucia. Viktória így nevezte el. Erről soha senkivel nem beszéltem. Csak veled. Tudod, komolyan mondom, az volt az életem legrosszabb napja, amikor meg kellett mondanom neki, hogy a lánya meghalt. Hazudtál neki, Santiago? Mert az unokád életben volt. Ha nem tévedek, most olyan 19 vagy 20 éves lehet. Soha nem hallottál róla semmit? Soha. De szerintem helyesen cselekedtem. Még akkor is, ha ez örökre elszakított a lányom. A gyász elmúlik. Idővel. Biztos vagyok, hogy Viktória túltette magát ezen.
Nagyon jó, nagyon jó. A leveleid napról napra szebbek. Lássuk a tiédet, egy kis vizet rakok rá. Ó, mekkorát nőttél. Nagyon örülök, hogy minden apró kis gondoskodásra így reagálsz, olyan hálás vagy. Szia, Tati! Asszonyom, jó napot, hogy van? Nagyon jól. Sajnálom, hogy nem megyek közelebb, de tiszta föld vagyok, és nem akarom összekoszolni. Jaj, ugyan már, káprázatos, hogy mit művelsz a növényekkel. Jaj, köszönöm, tényleg tetszik. Nagyon. Különleges kapcsolatom van a növényekkel, nem tehetek róla. Sok szeretetet adok nekik, nagyon sokat, és ettől életkedvet kapnak. Igazából ez egy kicsit szomorúnak tűnik. Látja? De már beszéltem vele, a neve Delfina. Átültetem egy másik cserébe, adok egy kis tápot neki, és minden rendben lesz. Meglátja, nagyon jól fog nagyon kinézni. Nagyon édes. Adok egy kis földet, bocsánat. Sok szerencsét, Delfinával. Szia, apa. Mindjárt szépen. Hogy van? Bocsánat. Bocsánat. Jól van. Hogy van a fejed? Jól, jól van, nem jó. Fáj. Nagyszerű, örülök. Köszönöm. Bocsánat. Maga tudta, hogy Nora fest? Nora? Igen. Fest? És jól? Nagyon. Persze, hogy tudtam, hogy Nora fest. Tudta? Már hogy ne tudtam volna, hiszen én tanítottam Agire. Igen, értem. Igen, és tényleg ügyes volt. Igen, igen, nagyon ügyes. Mit? Maga honnan tudja, hogy Nora fest? Honnan, hogy lefestett engem. Szép lett. Nora? Igen. Lefestette magát? Igen, úgy, mintha évek óta ismerne. Nem hiszem. Mintha lemeztelenített volna a lelkemet. A lelkemet. Így látja? Igen, igen. Úgy tűnik sokkal jobban ismer, mint ahogy gondoltam. Komolyan. Tényleg? Igen. Bocsánat. Menjen csak egérbe. Menjen. Elég, Pacsékó, nem bírom tovább. Gyerünk! Futok, futok, de nem megy. Állj már, megy! És nem csak ebben tudlak legyőzni, szerényen szólva. Komolyan? Akkor játszunk mást. Először nyújtsunk egy kicsit. Aj, úgy fáj. Csak matt. Nem. De, megint megvertelek. Tessék, vége a játéknak. Játszunk valami mást. Trukó! Kontra trukó? Négyet kell érnie. Mi? Négyet kell érnie. Jól van. Igen, van Isten, igen. Igen, ez itt van. Te csaltál. Nem csaltam. Nem tudod végre belátni, hogy engem nehéz legyőzni? Nem. Nem? Elnézést. Igen? Hogy hívják? Pedro. Pedro. Szeretne valamit? Van egy lánya, igaz, Pedro? Igen, igen. Találkozott vele? Igen. Igen. Most iskolában van, ha Isten megsegít, befejezi az általánost. Az általánost? Nem főiskolára jár? Nem, dehogy. Miket beszél? A lányom még csak 13 éves. És még van két kisebb fiam is. Jól van. Ha nincs szüksége, semmire folytatom a munkát. Köszönöm. Szóljon, ha kellek. Mit csinálsz te itt? Ki vagy te? A gondnok lány vagyok. Ki lehetett ő? Igen, Victoria Ácsával úriem vagyok. Azért telefonálok, hogy szóljak, hogy egy óra múlva visszaviszem a kölcsönzött autót. Köszönöm. Akkor én bemegyek az irodába. És kérem, ezt adja oda az apámnak. Rendben, köszönöm. Jaj, Istenem, minden most történik. Ennek meg mi baja van? Miért? Furcsán viselkedik. De mindegy, hagyjuk. Elég baja van anélkül is, hogy tangóval foglalkozzon.
Ez isteni. Nagyon finomat főzött ma Gino, nem, nem igaz? Nem, ma nem Gino főzött. Nem? Tudja, ki főzte ezt a csodás ételt? Agirre felesége. Olyan kotnyeles, most mondja meg nekem, miért kell a konyhát az uralma alá vennie? Mit képzel ez magáról? Csak úgy bejön a házba. Határt kéne neki szabnia. Norita. Azon bement a műtermében. Miért kellett oda mennie? Meg tudja mondani. Semmi baj, Nora. Mondja miért, mert én nem értem. Azt mondja, mint csak... láttam, hogy Tango elment. Elmúlt a fejfájásom, úgyhogy már bárhová el tudom kísérni. Itthon maradok, Agirre. Jól van, jól van. Bocsánat. Asszonyom, a kórházból hívják. Kórházból? Igen. Halló? Igen, én vagyok. Igen, Victoria Achával Urien, a testvérem. Miért? Mi történt vele? Rendben, azonnal megyek. Mi történt? Mi a baj? Mi történt Victoriával? Mi történt? Itt van a városban, és senki nem szólt nekem. Megyek én is, asszonyom. Norita, ez az a testvér, akit én nem ismerek. Igen, ő az. De ő nem Európában volt, Milagros kisasszonyom. Úgy tűnik, nem. Remélem, nem lett komoly baja. Ez jó ötlet volt ő. Honnan tudtam volna? Mindjárt megfagyok. Félsz a viharoktól? Nem. Nem? Nem, nem, nem. És ha igen? Gyere. Az a dolgod, hogy vigyázz igen, rám. Igen, az a dolgom. És hogy megvédjelek a viharoktól, törölközd meg. Te törölközd meg, csupa víz vagy. Csinálok egy kávét. Legyen kettő. Nézd, mit küldtek neked. Nekem? Úgy tűnik, igen. Most megyek az irodába. Majd később elmondod, hogy ki a feladó, jó? Jól van. Tango. Köszönöm. Gyönyörű. Pont, mint te. Tango, a szerződés? Tango, a szerződés. Hát itt van, miért nem szólsz? Na, lássuk. Teljes élet, jó reggelt. Igen, itt van Santiago úr. Adom nekem? Is. Nekem? Igen, Paz asszony az. Köszönöm. Szia, Paz. Mi? Victoria, itt van a városban? Jaj, ne! És hogy van? Már is megyek. Tessék. Baj van? Igen. Victoria lányom balesetet szenvedett. A La Pietat kórházban van. Menjünk gyorsan. Te mindig elfoglalod magad valamivel? Ki, én? Igen. Há, igen, észrevetted. Mások is mondták, de ilyen a természetem. Nem tudok nyugton maradni, valamit mindig csinálom. Észrevettem. És most, hogy te nem csinálsz semmit sem, mondd meg, hogyan jutott eszedbe, hogy lefest az én férjemet? Te festesz, Norita? Igen, festek, festek. De no, talán nem szabad, festek. Csak. Én csak azt akarom tudni, hogy hogyan inspirált ez. Az jutott az eszedbe, hogy én most portrét festek. Mondd el, Norita, mondd el. Nem, nem mondok semmit sem. Máshol járnak a gondolataim, ideges vagyok. Jól van, jól van. Ja, Istenem. Victoria kisasszony balesete miatt vagy ilyen, igaz? Ő Paz asszony testvére. Jaj, Gino, hogy érzed magad? Még rosszul, nagyon rosszul. Higgyétek el, rosszul is néz ki. Nézzétek. Átvennéd a helyemet, ha megkérlek. Én? Igen, kérlek. Rendben van, de először felhívom az ügyvédemet telefonon. Egy pillanat az. Engedély kell tőle kérni. Jaj, nem, bár jó lenne. A tűzeset miatt kell vele beszélnem. Meséltem már? Igen, mesélted. Nem. Elmondom. Gyere, Rubi. Hát az történt. Tetszett a virágcsokor? Igen. Nagyon szép volt. De igazán nem kellett volna. Maléna, az egyetlen, ami igazán... Nem Maléna vagyok, hanem Laura. Jó, de egy ideig el fog tartani, hogy nem Alénának hívjalak.
az a helyzet, hogy... egy elég érdekes helyzetben vagyok most. Válófélben vagyok. És van egy fiam. Szeretem a gyerekeket. Szóval én csak azt akartam megkérdezni, hogy lennél-e a táncpartnerem? A táncpartnered? Jól hangzik. Jó reggelt. Jó reggelt. Alejandro úr? Nincs bent. Elment a pilárgyárba. Hagy neki üzenetet? Nem. Majd később felhívom. Nagyszerű. Új ez a lány? Mi között van hozzá? Soha nem értenéd meg. Teljes élet, jó reggelt. Hogy vagy, édesem? Tudsz beszélni? Igen, anya, mond. Csak tudni akarom, hogy vagy és hogy... Milyen az új munkahelyed? Jó. Ez egy jó munka, jó helyen. És tetszik is, úgyhogy minden rendben van. És Panchito? Az apjával van? Nem is akarok erre gondolni. Holnapig ott van nála. Van kedved átjönni? Itt tölthetnéd az éjszakát. Nálad? Otthon? Furán hangzik, nem is tudom. Ilyet sosem kértél. Eddig azt sem tudtam, hogy hol laksz. Nem tudom, anya. Megváltoztak a dolgok. Megváltoztak. Nem kérdezel Santiagóról? Nem. A lányának balesete volt. Mi történt Pazzal? Nem, Viktóriával. Az előbb hívták és elment a La Piedad kórházba. Jól van. Köszönöm, hogy szóltál, édesem. Ma este találkozunk. Szia, édesem. Bocsi, a szerelem olyan bonyolult, nem? Mindent megváltoztat, a lelket, a testet, az életet. Ebben igazad van, Gino. Amikor meglátom Nikolaszt, a lábam elkezd remegni, a hajam égnek áll, én nem is tudom. A szerelem már csak ilyen. Amikor meglátok egy tejkirály terméket, úgy érzem, hogy a hajam elkezd nőni, ez a férfi új ember faragott belőlem. Olyan jó szerelmesnek lenni, Gino. Szerelmes vagy, Nikolászban, mi? Mióta először megláttam. Megőrülök érte. Tökéletes, jól van. Na, kész is. Az ügyvéddel beszéltél? Igen, holnap korán reggel kell vallomást tenned. Jaj, a tűz miatt. Igen. Milyen szörnyű dolog. Igen, igaz? Nagyon. Akkor nekem ma este oda kell utaznom. Együtt fogunk utazni, nem mehetsz egyedül. Beülünk az autóba és már bennyi. Itt hagytok engem. Aj, ne nézd rám ilyen bóci szemekkel. Sokkal jobban nézel már ki, nézd csak meg. Mag egészséges vagy, de még főzök valamit. Köszönöm. Úgy imádom. Pazasszony, kérem, nyugodjon meg. Miről beszél, Aguirre? Miről beszél nekem? Maradjon itt. Jó napot, doktor úr. Victoria Achabel úr ilyen feleségem. Elment. Igen, pedig még itt kellett volna maradni. Mi az, hogy elment? Hogy az orvos elengedte volna. De legalább elmondták, hogy hogy volt? Jól volt. Néhány horzsolás volt rajta, és összetörte az autóját. De itt kellett volna maradni a megfigyelésen. Na persze. Mindig a saját feje után megy. Mindig ilyen volt. Mindig úgy tesz, ahogy ő akarja. Menjünk, Aguirre. Igen, asszonyom. Bocsánat. Persze. Mi van, papa? Ugyan nem érdemes sírni miatta. Már 1000 év eltelt, tudod?
bár csak többször megöleltem volna. És azért sírok, mert a testvérem. És szeretem őt. Neked is kellene sírnod egy kicsit. Az egyik lányod egyedül van. És nagyon szenved. Santiago. Mi ez? Honnan tudtad? Ez most nem fontos. Gondoltam, hogy szeretnél beszélni valakivel. Semmiből sem tanul. Nem tudom, miért van mobilja, ha sosem lehet elérni. Már vagy 100 üzenetet hagytam neki. Aztán meg azt mondja, hogy kolomb. Nyugi, egyszer megkapja az üzeneteket. Tudom. Miért raksz be két farmert, ha fel sem fogod venni? Jaj, bocs, ez szoknya. Ez a farmer. Honnan tudod, hogy miért vágsz ilyen képet? Nem akarsz menni? Pedig el kell mennünk. Azt hiszem, tudom, miért vagy ilyen. Amiatt van ez, amit Ruby mondott Nico iránt táplált érzelmeiről. Igen. Tudod, én kedvelem Rubit, komolyan, nagyon kedves, aranyos lány, meg minden, de olyan rossz érzésem van. Bűnösnek érzem magam azért, amit Nicolász iránt érzek. És jaj, ne, emiatt ne érezd magad rosszul, szép érzéseket táplálsz iránta. Nekem az a véleményem, hogy valami történhetett korábban Nicolászsal, mert nem is tudom, olyan szomorúnak tűnik, olyan rideg, olyan távolságtartó. Érted, mit mondok? Igen. Igen, szerintem nem hozzád való az a fiú. Te olyan élettel teli vagy, energiadús, boldog, és nagyon szép is. Az én kis lányom. Talán adhatnék neki az energiámból és a boldogságomból, nem gondolod? Ez segíthetne. Ez így van. Ugye? Ez így van. Ebben igazad van. Aj, nem is tudom. Na, beszéljünk erről. Biztosan Rubit fogja választani. Végül is ő közelebb áll hozzá, mint én, nem? Nem mindegy. Rubi áll hozzá közelebb. Tudod, ki áll hozzá közel? Az Acsaván lány. Hazom is... Mit csinálunk? Egy sütit. Nem mondod komolyan, hogy sütit fogsz sütni. Tudok főzni. Sokáig éltem egyet. Végre valamit megtudtam rólad. Lehetek a kuktád? Hm? Hogy nézek ki? Jól, nagyon jól. Mit csinálsz? Mi ez a felajánlkozás? Nagyon unatkozol, mi? De olyan vicces vagy. Igen? És te is? Hozzak egy kávét? Ne. Köszönöm, nem akarok semmit sem inni. Én itt vagyok, ha beszélgetni szeretne. Erre szükségem is van. Köszönöm. Üljél le. Köszönöm. Victoria nagyon sokat szenvedett. A testvérem 15 éves korában terhes lett, és az apám a vidéki házba zárta be. Képzelheti, mennyire szégyelte magát az apám. Aztán mind azt reméltük, hogy amikor a gyerek megszületik, akkor a család befogadja majd, és minden rendbe jön. De sajnos Victoria szülése nem ment olyan simán, és... a kislány halva született. Ez szörnyű. Ez aztán végérvényesen megpecsételte Victoria életét. Nagyon neheztelt az apámra. Az egész terhessége alatt el volt zárva a világtól. És aztán, nem tudom, olyan szomorú ez a helyzet. Ha jól gondolom, Victoria úgy érezte, hogy a kicsi halála apámnak
megkönnyebbülés volt. Elképesztő Erosz volt. Sajnálom. És mi történt a kicsi apjával? Eltűnt, azonnal lelépett, ahogy megtudta, hogy Victoria terhes lett. Sokat szenvedhetett a testvére. Nagyon. És most úgy érzem, hogy közelebb kellett volna hozzá lennem, támogatnom kellett volna, de hát nekem is volt családom, két kislányt kellett felnevelnem, egy céget kellett vezetnem, és emellett mindig próbáltam megfelelni az elvárásoknak, az egész családnak és magamnak is. És ez nagyon kimerítő. Hát, Paz. Igen? Maga egy nagyon bátor nő. Nem vagyok. De? Nem. Néha... tudni kell nemet mondani. Azt kell tenni, amit a szívünk diktál, és nem azt, amit mások folyton elvárnak tőlünk, nem? Vagyis legyen az karrier, egy férfi. Szerelmese ment férhez? Nagyon szerettem. Olyan sok éve nem beszéltem vele, hogy hirtelen azt hittem, hogyha történik vele valami, akkor sok dolog kimondatlan maradt volna. Akkor keresd meg. Keresd meg, és beszélj vele. Sose hallgatott meg. Kérlek szépen, már nem vagyunk együtt. Ez volt az egyik dolog, ami távol tartott tőle. Nem csak erről van szó, Ines. Akkor próbálj újra kapcsolatba lépni vele, még ha egy életen át is fog tartani. Köszönöm, hogy eljöttél a kórházba. Azt gondoltam, hogy szükséged lehet rám. Ez így is van. Nagyon. Elég, Santiago. Mi már külön élünk. Nem vagyok hajlandó úgy folytatni, ahogy eddig. És te nem vagy hajlandó változtatni. Úgyhogy maradjon minden úgy, ahogy most van. Hm? Igazad van, de akkor is köszönöm. Mit? Azt, hogy elmentem a kórházba? Vagy azt, hogy hiába vártam rád ennyi ideig? Köszönöm, hogy feltétel nélkül szerettél. Ha szóltál volna, elmentem volna veled a kórházba. De édesem, egyből odarohantam, ahogy szóltak nekem telefonon. Egyszerűen nem tudtam, hogy mit csinálok. Jól van, semmi baj. Nem szemrehányás volt. Nyugodj meg, rendbe jön a testvéred. Nyugalom. Tudod, mit kell most csinálnod? Pihenned kell. A dolgokat lazán kell felfognod. Victoria erős nő, semmi rossz nem fog vele történni. Én meg addig itt maradok, összerakom a dolgokat. Te meg menj szépen haza, és pihenj le, jó? Jó, azt hiszem igazad lehet. Igen, mosolyog már, jó? Na, hadd lássam. Erős nő, nem lesz baja. Minden rendbe fog jönni. Nem tudom, Alejandro. De én tudom. Gyerünk, na, menj. Pihenj le. Megyek, szívem. Jól van. Igen? Carolina. Hol vagy most? Az irodában. Ott voltam ma, de nem voltál bent. Látni akartalak téged. Ki kellett mennem a gyárba. De nem is kellene ilyen gyakran bejönnöd az irodába. Nem akarom, hogy bárki is gyanakodjon, és itt nagy veszélynek tesszük ki magunkat. Ki kell találnunk valamit, hogy ezt elkerüljük, nem gondolod? De olyan rossz, amikor nem vagy mellettem. Carolina, kérlek. Mit érzel irántam, Ale? Carolina, nem kérdezhetsz tőlem ilyet. Vagyis óvatosnak kell lennünk, és... helyesen kell cselekednünk. Igazad van. Nem kockáztathatunk. Nem kockáztatunk.
Halló? Szia, szívecském. Hogy vagy? Tényleg? Jaj, ennek örülök. Na, ne mondd. Hát ez szuper. Juan, Tati és én lemegyünk a faluba. Holnap korán reggel vallomást kell tennie. Holnap délután jövünk vissza, majd hívlak. Jól van. És kérlek, ne kapcsold ki a telefont. De jó. Rendben. Szia, szia. Barbara nagyon jól érzi magát. Hm? Agirre, a lányom jól érzi magát. Tényleg? Igen. A vidéki élet jót tesz neki. Vagy talán Pacheco az oka ennek? Pacheco lesz az. Bocsánat. Laura. Szia. Miért vagy még mindig itt? Mindenki elment már. Tudom, de át akartam nézni pár dokumentumot. Nem akartam befejezetlenül hagyni, de már végeztem. Megyek jó is. Jó pihenést, jó ét. Akkor holnap. Juan? Igen? Beszéltél Nikóval? Miről? Hogy itt dolgozom, Nem mondtam, de ne aggódj. Most egy ideig vidéken van Pazasszony lányával, de amikor visszajön, elmondom neki komolyan. Ne felejtsd el, kérlek. Nem fogom, kérlek. Nyugalom. Most hazamész? Nem. Gabriela üzent, hogy ma estére elutaztak. Jól van, de ma este nem alszom ott. Dolgom van. Jól van, csak kérdeztem. Szia. Viszlát. Viszlát. Szia, édesem. Jaj, Agirre. Igen? Egy ideig még itt maradok. Azt mondtam Alejandrónak, hogy hazamegyek pihenni, de inkább maradok és befejezek pár dolgot. Hm? Inkább befejez pár dolgot, vagy nem gondol semmire? Bocsánat. Semmi baj. Mostanában kicsit úgy érzem, hogy maga jobban ismer, mint én magamat. Egész este körbe-körbe sétálgatsz majd. Mégis mit csináljak? Azt akarom, hogy egyél velem. Gyerünk, Pacheco, legyünk ma barátok. Csak itt leszek. Nem vagyok ilyes. Nem kóstolod meg a desszertet, amit együtt csináltunk? Mit csináltuk? Jól van, jól van. Te csináltad, én csak segítettem. A tojást te törted fel. De azt jó. Mi történt? Elment az áram. Szólj Pedrónak, hogy hozza a gyertyákat. Nem szeretem a sötétet. Félsz? Nem, sosem félek. Soha? Engedj! Pedro! Szakad odakint, asszonya. A vacsoránk majdnem elázott. Mit hozott? Mit hoztam? Dupla mozzarella. És nincs vége. Egy kis hideg sör, mit szól? De tudja, én valami mást akartam enni. Tényleg? A diétám miatt. De nem érdekes, Agirre, hagyjuk. Igen? Egy nap, csak egy nap. Komolyan? Igen? Akkor... Hozok ne! Evőeszköz nem kell, nem. Miért nem? Ezt így szokás enni, így. A kézzel, így hát. Tessék. Mikre rá nem vesz? Egy szelet pizza, gyerünk egyen. És ne szégyelje magát. Gyerünk, egyen bátran. Ez olyan nehéz. Mi? Olyan nehéz ebből inni. Már csepeg a nyálam. Megyem. Na. Egészség. Agirre. Igen? Tudja, hogy azt a portrét én festettem, igaz? Nora azt mondta, hogy... Ó, Nora, mind tudjuk, hogy mit mondott Nora. Igen. Csak kérdeztem valamit. Mit is? Hogy tudja-e, hogy én festettem a képet? Igen, rájöttem, igen. És tényleg úgy tetszik magának, ahogy mondta? Nem ismerem a festészetet, de a karkötő pont olyan. Tetszett. Igen, nagyon tetszett. És a lelkét elkapta? Kérem, nehogy azt gondolja, hogy én most éppen, hogy is mondjam, olyan kellemetlen.
Hogy azért csináltam, mert érdeklődöm maga iránt. Nem kell nekem magyarázkodnia maga. Azt hiszem, hogy én azt hiszem, hogy azért festett le, mert valamit érez irántam, nem. De igen. Gondoltam rá. Igen. Lehet, hogy maga nem már szemet vetett rám. Nem. Ne viccelődjön. Ne essen tévedésbe. Hát... Pazasszony. Ne akarja, hogy azt érezzem. Hogy szemet vetettem magára, már hogy is? Hm? Láttam az energiáját, a nagy lelkűségét, a személyiségét. Egyen, komolyan. Azért mondom, hogy ne értékelje alul magát. Egyen már. Jaj, Agirre, Agirre. Agirre, Agirre, de éppen eszem. Senki nem ismer fel. Karolina, te aztán őrült vagy. Nem, én csak veled akarok lenni. Te is ezt akarod? Hm? Igen, de ez a hely szerintem... Ez a hely pont olyan, mint bármelyik másik. Az a fontos, hogy együtt vagyunk. Nem? Olyan furcsa. Itt lenni, és veled. Jól van. Már mindketten szintlik vagyunk. Hiányzik, Pancho. Nem tudok hozzászokni ahhoz, hogy nincs mellettem. Nagyon hiányzik. Majd hozzászoksz. És meg kell próbálnod jó kapcsolatot fenntartani az apjával. Ha elválnak a szülők, a gyerekek nem válhatnak áldozattá. Most rólam beszélsz, vagy magadról? Kettőnkről. Látod, mi történt velem. Elváltam az apától, és egyben Nikolásztól is elszakadtam. Senkinek sem volt ez túl jó. Santiago? Lehet, hogy Santiago? Nem, nem hiszem. Akkor ki az? Nem tudom, maradj itt. Bemehetek? Igen. Laura, de mit csinálsz itt? Szia, apa. Anyával vacsorázom. Maradhatok veletek? Igen, persze. Gyere be. Szia, apa. Szia. Kérsz enni? Kérsz? Vacsorázol? Igen. Jó. Hol van elég? Van elég. Furcsa, nem? Megint együtt vagyunk, mint régen. Nem, ahogy régen, Walter. Nikolász nincs itt. Angels, I need you near.
Nem akarok egyedül aludni. Hadd jöjjek ide. Menj már arrébb.